Háromból három lesz, mert a harmadik a T-hoztam, úgyhogy arra nem fogom azt mondani, hogy nem tetszik most, hiszen tetszett már szombaton a Bolzsúr Magnumon, és bevallom, hogy aztán onnan elvittem egy palackkal, és már vasárnap is kóstoltam, úgyhogy ez három napon belül, vagy négy napon belül a harmadik kóstolója lesz részemről ennek a bornak. Ez ugye Mayer pincészet Zweigeltje, ez is egy fiatal pincészet, illetve olyan értelemben nem, hogy nyilván a családnak már, ha jól tudom, több mint 100 éve ott van a tulajdonában egy kis pince, Pakson. A Tolnai borvidéken vagyunk. A Tolnai borvidékről szintén kóstoltunk két hete itt, amikor vendégünk volt a Tűzkőbirtok, ugye ez is Tolnai borvidék, akkor már elmondtuk, hogy ez talán a legfiatalabb borvidék Magyarországon, nagyon sok egészszexádi borvidék része volt. Két részre oszlik, van egy északibb rész, ahol barna erdőtalaj van, és a másik pedig, ami abszolút löszös, és ilyen régi tavi üledék. Azért mondtam, mert onnan származik ez a Zweigelt, ezek mindig ilyen gyümölcsösebbek, könnyedebbek ezek a borok, amik a tolnai borvidéknek a löszös részéről jönnek. Mayer Antal egy fiatal ember, és nagyon szerintem korszerű szellemben készíti a borait, és nem tudom, hogy mennyire bio vagy organikus, de abszolút az az irány természetes borkészítés jellemző rá is. Ami, vagy nem tudom, mondjam, hogy miért szerettem bele, de most már te is megkóstoltad, úgyhogy mondhat. Kb. Értem. Most, hogy megkóstoltam. A Zweigeltet ugye azért szeretjük, mert ilyen nagyon-nagyon harsogó gyümölcs ízei és illatai tudnak lenni, és ez mind-mind megvan ebben a Zweigeltben is, tehát ilyen nagyon sötét medgy, az amikor ilyen áttetsző héja van, meg húsa van a medgynek, és csorog le az ember állán, amikor két marokra eszi nyár végén. Ezek tűnnek fel benne elsőre. Ez nagyon intenzív benne valóban. Ugyanakkor van valami stíhja, amit most próbálok magamnak megmagyarázni, ami miatt mégis ilyen viszonylag nagy bor lesz. Tehát amitől van egy olyan érzésem, hogy ez mégsem egy, nem tudom, fügy portugízer mondjuk, amit így szintén nyáron jól behűtve iszunk, hanem igenis vörösbor érzete van, és meg tudnék vele jelenni olyan társaságban, akik vörösbort szeretnek. Tehát oda tudnám rakni, hogy nesztek a Zweigeltet. Hát én megjelentem vele, annyira gyümölcsös, meg annyira hittatja magát, hogy kicsit félre is nyertem. Szóval, hogy én vasárnap, ugye mondtam, hogy másodszor is megkóstoltam a Magnum után másnap, vasárnap egy társaságba vittem, és tulajdonképpen úgy véletlenül igazából benne maradt a táskámban. És nem is gondoltam, hogy ott majd borozás lesz, de szerettek volna borozni, és mondtam, hogy nálam van egy bor. És egy kicsit olyan félve vettem el, hogy Zweigelt, meg kispince nem ismerik, azért gondoltam, kellenek hozzá nyitott csakrák, hogy azért szeressék ezt a bort. És hát azok is elkezdték, akik beleszagoltak kóstolgatni, akik nem is tervezték, hogy isznak, vagy hogy egyáltalán bort fognak kóstolni. És pikpak elfogyott, és eredetileg két ember akart összesen kóstolni. Én se akartam már Magnum után másnap. Hát a végén az lett, hogy hatan megittuk negyed óra alatt, és sajnálkoztak, hogy csak egy palack van nálam, és mindenki ezt az intenzív meggyességét emelte ki, meg hogy milyen könnyen lehet inni, és nincsen benne ez a rossz értelembe vett vörösborosság, ugye nem tudom, ilyenkor mire gondolnak, talán a tanninosságra, a nehézkességre, hordóra. Igen, bár ugye volt ez is hordóban, egyáltalán nem érződik rajta a hordózottság, és nagyon jó szerkezete van, és ahogy te is mondod, mégsem ez a papírvékony, útra könnyű stílus, hanem van egy tök jó teste, valahogy a textúrája is olyan meg egy kiterjedt. Eleganciája, amit elegáns, nem szoktunk meg, nem szoktuk a Zweigeltre ezt mondani. És széles akkor, hogy nem úgy van, hogy végig sűvít a szádban egy ilyen könnyű meggyesség, hanem van nagy tartása, és ami még nagyon jó benne, az elején mondtam, az ára 2000 forint alatti tartományban vagyunk, hogyha végső polcárat nézünk. Hoppá! Szóval Best Buy is amellett, hogy ennyire tetszik nekünk. Simán oda lehetne tenni a legjobb burgenlandi Zweigeltek mellé, ugye osztrákok főfajtája, mindig elmondjuk, kékfrankos és Szent Lőrinc szőlőfajta keresztezése, osztrák bácsi állította elő. Hát Tolnán, Pakson, ilyen jót tud ez a fajta, legalábbis Mayer Antal kezei között.